Hozhatjátok ide ragasztót, én intézik. Így emeljétek fel a kamerának is, hogy ott van fönn a kamera, az éjjel is lát, meg ezek is látnak éjjel ezek a... És plakátokat is légy szíves hozzatok, nem kell nagyon, meg is hamar le fogják szedni. És ne az országgyűlés őrségnek okozjunk munkát, hanem lássa mindenki, hogy ilyet szabad csinálni, sőt kötelező. Plakátot kérek még, kinél van? Van? Kötelező kiállni. Alihó, plakát valakinél? Gyere, tarts ide nekem, valaki meg tartsa, ide legyen szíves. Éppen leplakátoljuk Kövér László jelképesen az őrbódíját, mert hogy a házához nem lehet oda menni, és most nincs időnk ezt jogilag megvinni, tehát leplakátoljuk mindenféle olyanokkal, amik rák jellemzők, például anyádnak mi a mai árfolyama, vajon 2,56-e, a bankhalála, a pénzhiánya, tehát az emberek ne fizessenek, és ez megoldódna Kövér Laci, Orbán Viktor és a többi hazaáruló nélkül is, hiszen maguk a bankok térden állva könyörögnének, hogy oldjuk meg. Illetve itt van, hogy a kormány kezet rázott a bankokkal, 2,56, a csókosoknak annak idején 180 forintosították a sevizahiteleket, a lakosoknak pedig 256 forinton. Követeljük azt, hogy a bankok kártérítést fizessenek az adósoknak. Az egész palacot akarjuk, nem csak a fülük meg a farkát. Így van. A teljes lopost pénzt követeljük vissza, és követeljük azt, hogy kártérítést fizessenek. Ismét egy ne fizess. Ez a patkány pedig itt trónol az országgyűlés élén, és öli a károsultakat. Azon kívül természetesen fel vagyunk háborodva azon, hogy kitiltotta az embereket. Mi meg úgy gondoljuk, hogy Kövér Lászlót, ezt a pszichopatát kell kitiltani a közéletből. Ilyen embert nem szabad olyan pozícióba engedni, ahol mások sorsáról akár egy percig is tud dönteni. És a devizahiteles önvédelem pedig arról szól, az én olvasatomban, ha valaki mindennek ellenére, hogy igazunk van, és a bankok csaltak, eljön a házamért, én megvédem, és le fogom lőni, aki ezért eljön. Még ha van, akkor hozzatok nyugodtan, és utána csinálunk egy totál képet erről. Még ha hoztok, akkor itt még fér. Bőven. Ismét lődik, nem baj. Még egyet, kettőt tegyünk rá. 256, második 56 lesz a vége. Nagyon alakul. És anyádnak mi a napi árfolyama. És a malac. Malacot, malac. Hát ide föntre tegyük, jó? Magas. Nem, így felállunk erre, kölcsön kértem az őrségtől ezt a semmit. Így. Lesz neked Kövér László. Kövér László. Ne hasonlítsuk Kövér Lászlóhoz. Oké, ezt visszateszem. No, mielőtt elmegyünk, majd itt csinálunk egy csoportképet, jó? A háznál csak akkor látom, nagyon fázik mindenki. Oké, tehát akkor, ugye ott jártunk, hogy az is gyilkos, aki öngyilkosságban hajszol másokat, és akkor ebben a pillanatban nem csak Kövér László gyilkos, hanem mindazok, akik a forintosításról szóló törvényt megszavazták. Így van. Ezért új szokásunk lett, és ez egyben az új program is, vasárnap az első gyertya néven megkezdjük az adventi bosszúhadjáratunkat. Gyertyát gyújtunk
Trócsányi László miniszter házánál a Mártó 12. kerület Mártóhegyi út 10G Géza számnál, illetve ha már ott vagyunk, mindössze 2 kilométerre lakik onnan tőle Csányi Sándor Laura utca 26, szintén a 12. kerület, tehát vasárnap 15.30-kor fogunk kezdeni ott, egy-egy gyertyát fogunk meggyújtani, és természetesen ki fogjuk plakátolni az ő házaiknak a kerítését is, nagyon jól plakátolható mindegyik, szépen rá lehet tenni, oda fogunk menni, és ugyanúgy bejelentett demonstrációval, mint ez a mostani. És ami ebből következik, hogy ez már szokásunká fog válni, ugyanis fogunk menni még december folyamán itt a körzetben még egy képviselőhöz, aki igennel szavazott a forintosításra, ez pedig nem más, mint Borna Zoltán, földim, Dunavarsányban lakik, december 16 talán, de majd ezt még pontosítjuk. Ilonka, nálad mikor lesz a mozgalmi? 11. December 11-én fogunk menni Borna Zoltán lakásához, ahol ugyanígy meg fogja kapni a magáért, mert ő is erre szavazott. Írtam nekik, illetve kérdeztem tőlük, hogy tudja egyáltalán mire szavazott. Érti ezt a törvényt? Tudja, hogy az emberek így hogy fognak belehalni? Szerintem fogalmuk nincs róla, ezek ezt nem tudják, ezek csak megnyomták azt a gombot, amelyiket bekiabálta nekik a főnökük, mert ezek csak ilyen droidok. Megnyomogatják azt a gombot, amit a bankok, amit a vezető politikusok mondanak nekik. Ezek szerintem el sem bírják olvasni ezt a törvényt, valószínű végig sem tudják olvasni, annyi türelmük és idejük nincs, mert mennek és próbálják elköltetni a rengeteg pénzüket, de szerintem, ha elolvassák, akkor sem értenék. Fogalmuk nincs, hogy miért 256, hogy lesz ez elszámolva, hogyan lesz elszámolva annak, aki nem fizetett már mióta, stb. Én akkor most, mert tényleg elég hűvi van, hűvösebb, mint gondoltuk, úgyhogy tényleg ilyen rövid demókat fogunk csinálni. Tehát a következő az vasárnap 30-án Trócsányi miniszter házánál, biztos nagyon örül már nekünk, most már biztos tudja, mai napon egyeztettünk a rendőrséggel, minden teljesen rendben van természetesen, hiszen ehhez jogunk van, és meg fogják unni, erre hívunk fel az országban mindenkit, hogy menjenek el ezekhez a mocskos hazárulókhoz, hiába megyünk ki a Kossuth térre, amikor nincsenek ott, hiába megyünk el bármilyen úton Budapesten, el kell menni a lakásukra, és ott a szomszédaiknak, a rokonaiknak, a barátaiknak megmondani, hogy egy mocskos hazárulóval áll szóba. És hogyha ezt sokáig csináljuk, akkor ők ezt abba fogják hagyni, mert az egész néphez képest ezek csak egy bolhaszarnyi kis kupac, akik most uralkodnak rajtunk, ezt nem tudjuk el. Ki fogunk állni az igazságunkért, mint ahogy eddig is kiálltunk. Én azt javaslom, hogy csináljunk egy csoportképet a Bódé előtt, és aztán menjünk, és jókat kajáljunk a mozgalmi találkozón. Köszönöm szépen, köszönjük a türelmet, köszönjük a rendvédelemnek a biztosítást, és önök is pihenjenek, és a következő demon találkozunk. Minden jót! Hajrá! 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 Mert már nem fizetjük a hitelt, futtok ide! Aki velünk tart, az kapott. Úgyhogy egy picit azért látszon a dolog, guggoljunk le, amelyik az eleje jó, a többinek nem muszáj. És akkor így a kamerák felé a... Nem tudok legugolni. Nem, hát aki nem tud legugolni, az ne guggoljon le. Megfelelőbb több képből fog majd összetevődni ez a mostani. Vivi, gyere te is, feküdj le ide elére. Jó, Timi, majd segíts, gyere Timi, majd... Várjál, várjál, még egyet. Na még egyet, Timi, és akkor utána majd én is fotózlak benneteket. Világ, ha mindegy, vakozik jó. Nem látom, hogy mit fotózok. Ezt elkaptuk, gyerekek, Kövér Lacit meg. Mi adott vett el? Jó. Jó, gyere, cseréljünk. Kapja őten az ebola. Te is megy őt. Menjetek oda. Jövj az újad is megy őt. Az ebola. Menjünk össze. Nem tudunk összemenni, mert kövérek vagyunk. Kövér bajuszosok vagyunk, nem tudunk összemenni. Megyünk a zsíros bödönhöz.
Nem mehet lehazatolni a mocskos kopáját. Nem már. Itt van, van az űrben a sötétben. Ah. Biztos egyébként csak sokáig dolgozik, szerintem a pincébe. Értünk dolgozik, értünk. Biztos, hogy itt van valamelyik utcába. Sütögeti a szalonnáját. Alszanak benne, parra bedbe. Ja, hát azt csinálják legtöbben. Na, jó van gyerekek, mert szarrák vagyunk. Oké, okay. Köszönjük szépen, pakoljunk össze, és aztán majd beszéljük meg, hogy mindenki oda talál-e Sándor Laciékhoz, aki nem az feltétlen velünk jöjjön. Laci, Laci. Igen? Szia, köszönjük szépen, hajrá!